Jó estét kívánok, kedves nézőink! A tél közepén járunk, és a téli sporteszközök, a hólapátok hazánk területén alig kerültek elő. Ennek oka, hogy a mérleg nyelve az átlagosnál enyhébb időjárás javára mozdul el, és a hideg csupán átmenetileg tudott teret hódítani. Amikor pedig csapadék is volt, akkor is csak kevés hó fordult elő. Az ónos eső okozott talán ezen a télen a legtöbb gondot. Egy szóval nem téli az időjárás, és még néhány napig a mostanihoz hasonló enyhe időre van kilátás, vagyis a téli időjárást kedvelőknek továbbra sincsen jó hírem. Viszont az jó hír az időjárással kapcsolatosan, hogy még az éjszaka is csak kisebb csapadék ígérkezik, még északnyugaton is, ugyanis még mindig magas a vízállás a Dunántúl északi felén található folyókon. Győrben tegnap le kellett zárni a rakpartot és egy hidat is. Ennek oka pedig, hogy ezen a héten nagyobb átalakulás Európa légterében nem valószínű. A felhőtömbök, a frontok mozognak ugyan a kontinens felett, de a nyugati-délnyugati áramlással enyhe, váltakozó nedvességtartalmú léghullámok érkeznek a szárazföld középső területei fölé. Ugyanakkor az előttünk álló éjszaka egy gyenge hidegfront is átvonul felettünk, de jelentős változást nem hoz, holnapra pedig el is hagyja térségünket. Továbbra is nyugat-észak-nyugat-európa felett alakulnak ki a ciklonok, amelyek frontjai a szárazföldet is elérik. Ma egy hosszan elnyúló hidegfront hatására Franciaország északi tájain, Németország középső és déli felén, valamint a skandináv félszigeten, illetve a balti államokban is többfelé előfordult csapadék. Az északi tájakon havazásról, Nyugat-Európában pedig esőről érkezett jelentés. Európa déli országaiban, aztán a Balkán félszigeten, Közép-Európában és még Ukrajna, illetve Románia területén is ma a napsütésé volt a főszerep. Holnap is szárazabb, naposabb marad az idő a kontinens déli felén. A hidegfront az éjszaka azonban némi nedvességet hozzánk szállít majd. Ezen kívül pedig a következő 24 órában is nyugat-észak-nyugat Európában fog több helyen csapadék kialakulni. Markásabb csapadékmező éri el a brit szigeteket, Franciaországot, Németországot és Skandináviát is, de Spanyolország északi felén is várható csapadék ott is eleredhet majd az eső. Nagyobb változás az előző napokhoz képest Európa hőmérsékleti elrendeződésében nem történt, ami azt jelenti, hogy nem is igazán téli az időjárás, nagy területen az átlagosnál enyhébb idő a jellemző. Továbbra is a leghidegebb idő a Lapföldön van, de ez Európa egészen északi pereme, ahol ma is mínusz 20 fok alatt maradt a délutáni csúcsérték. A déli területeken viszont a maximum meghaladta a 15 fokot, de a Baleár szigeteken 20 fokot is mutattak a hőmérők. Ami hazánk mai időjárását illeti, sokfelé a napsütés volt jellemző, de voltak területek, körülbelül az ország 15-20%-a, ahol borongósabb, felhősebb volt az időjárás. Ez elsősorban a főváros környékén, az északi középhegység térségében volt jellemző, valamint csak lassan sütött ki a nap Vas megye északi részén, és Győr-Moson-Sopron megyében is helyenként a köd tartósabban megmaradt. Az időkép webkamerájána a ma délelőtti soproni égképet láthatták. A borongósabb, alacsony szintű rétegfelhős területeken igencsak lassan emelkedett a hőmérséklet, többnyire 5 fok alatt alakult, ezzel szemben a délnyugati megyékben koratavasziasan enyhe volt az idő, 13-14 fokkal. Az előttünk álló éjszaka, tehát egy hidegfront vonul át felettünk, erősen felhős tesz az ég, és több helyen kisebb mennyiségben várható vegyes halmaz állapotú csapadék. A közlekedés szempontjából veszélyes, ónos eső is előfordulhat, elsősorban az északi középhegység térségében, valamint Pest megyében kell számítani, illetve itt kell felkészülnünk a közlekedőknek. Északkeleten vékony, friss hóréteg is kialakulhat reggelre, ezzel szemben elsősorban hazánk nyugati, délnyugati felén egy-egy dörgés vagy villámlás sem zárható ki. A szélvédett gyengén felhős területeken ismét képződhet köd, ez főleg a nyugati határhoz közel lesz jellemző, és már estétől északnyugatira fordul a szél, néhol erősebb széllökések is lehetnek, mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul majd a legalacsonyabb hőmérséklet. A front pedig gyorsan elhagyja térségünket, reggel még keleten, észak-keleten lehet kisebb eső, ónos eső vagy havas eső, ugyanakkor sokfelé napsütésre is számíthatunk, a több napsütés a nap első felében ígérkezik, délután a Dunántúlra már fátyol felhőzet érkezik, a Dunántúlon pedig megélénkül a délire forduló szél. Mint említettem,
nagyobb változást a front nem hoz, ez igaz lesz a hőmérsékletre is. Talán csak annyi változást tapasztalhatunk, hogy holnap délután 10 fok feletti hőmérséklet már csak kevés helyen valószínű. Általában 3 és 10 fok közé melegszik fel a levegő, de még ezek az értékek is többnyire az átlagos felett lesznek. És pénteken, valamint szombaton a hétvégi újabb front előtt ismét pár fokot erősödik a felmelegedés. Pénteken az élénkebb légmozgással érkező enyhe levegő hatására délnyugaton 14-15 fokot is mérhetünk majd. Emellett szombatig szárazabb és többé-kevésbé naposabb időre készülhetünk, aztán szombat délutántól megvastagszik erősen a felhőzet, és vasárnapra virradóra, majd napközben főleg keleten lehet többfelé eső. Kedves nézőink, továbbra is várjuk a képeket a Facebookon, az időjárás.tv2 oldalon. Nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!